Nem a pihenésről szólt a nyár a kanizsai karatésok számára. A helyi Kime Sotokán Karate Egyesület tagjai is részt vettek a Balatonszemese rendezett Iku Hungary nemzetközi karate táborban, ahol több dézalai sportoló is sikeresen szerepelt. A balatoni edzőtábor tradíciónak számít a hazai Sotokán karatékák számára. Az idei programon 8 egyesületből összesen 64 fő vett részt. A magyarok mellett német sportolók is szerepeltek a táborban, de Szatmárnémetiből és Temesvárról is érkeztek harcosok. Az eseményen lebonyolított nemzetközi versenyen kimagaslóan szerepeltek a kanizsaiak. Sihán Fest Norbert tanítványai formagyakorlatokban 4 aranyérmet, 3 ezüstöt és 2 bronzot gyűjtöttek, míg kumitéban, vagyis küzdelemben 9 érmet, közte 3 aranyat akasztottak kanizsai nyakba. A tábornak volt egy szigorú napirendje, ami úgy nézett ki, hogy 2 edzés volt délelőtt és délután, majd tartottunk egy bíróképzést is. Ezt egy nemzetközi verseny keretein belül, ami magyar-román-német részvételű volt, majd egy közgyűléssel zártuk a napot. A pihenőidőkben fürdőzés, szórakozás, karaokepartik, csapatépítés és vizsga volt az utolsó fontos esemény. A táborban összesen 9 karatés tett sikeres övvizsgát. Szatmári Gábor személyében a kanizsaiak új fekete övest is avattak. A fiatal karatéka Horváth Bálint szintén sikeres vizsgát tett a mesterek előtt. Rengeteg dolgot tanultunk, elképesztően nehéz volt a vizsga, mivel több mester előtt kellett megmutatni, mit tudunk, és ezáltal nagyobb nyomást helyeztünk magunkra. A tábor résztvevőinek nagy élmény volt a tanulással eltöltött néhány nap, mivel számukra a karate életformát is jelent, amelyet a fiatalabbaknak is szeretnének átadni. Szerintem mindenképpen fontos az, hogy ezt mások is megpróbálhassák, megérezhessék, és esetleg ráérezzenek, hogy az életükben mennyire van ennek a mozgásformának helye. A karatésok számára a következő hónapokban sincs megállás, októberben Szlovéniában Európa-bajnokságot rendeznek, ahol az egyesület tagjai közül is többen képviselik majd a magyar színeket.